Az 5. országos harmonika verseny 3 területi válogatója egyik helyszíne a jelenkori harmonika oktatás egyik hazai fellegvára az Erkel Ferenc Zeneiskola volt. 7 megyének a harmonikás növendékei jönnek, de ez egy kicsit becsapós szám, mert a harmonika tanszak nem annyira nagy létszámmal dolgozik országos szinten, még csak néhány évtizede, talán egy 15-20 éve kezdett el igazán népszerűvé válni a harmonika. Inkább egy ilyen népi hangszer volt itt Magyarországon, de most ez a klasszikus formáció abban a szűkebb körben viszont fantasztikus teljesítményekre képes. Ebben nekünk nagyon nagy szerencsénk van, mert annak idején Szergej Szemjonov tanár úr kezdte el a harmonikát még ugyan a 90-es évek elején, és aztán sajnálatos halála miatt Igor vett át, aki szintén ukrán származású tanár, Igor Demenyiv, akik óriási tanszakot építettek fel, és hát sikert sikerre halmozva hozzák a díjakat ide a különféle versenyekről a harmonikás növendékek. Nem véletlenül, hogy a fia Mihály, ugye most éppen a Virtuózokban és a Zeneakadémia végzős hallgatójaként, hát szinte most már országos népszerűségre tett szert. Tehát egy nagyon jó alapja van annak, hogy a területi válogatót mi megrendezhessük. A zsűri elnöke Arany Zsolt, a Zenetanárok Társasága hangszeres alelnöke volt, aki szerint mindegy, hogy milyen hangszeren, csak zenéljenek a fiatalok. Bizonyos körökben azt kell, hogy mondjam, nagyon népszerű, tehát én azt hiszem, hogy a zene szeretők nagy táborában egyáltalán nem népszerű, sőt nem is tudják, hogy hányféle fajtája van a harmonikának. Egy ilyen hangszeren is, mint a harmonika, vagy bármelyik hangszeren egyformán nehéz játszani kiválóan. Tehát ahhoz, hogy a gyerekek ezen nagyon magas szintű produkciót tudnának nyújtani, sokat kell gyakorolni, és főleg kitartóan és rendszeresen minden nap. Mindenképp azt nézzük, hogy a gyerekek azt a produkciót, amit felvállaltak, azt milyen szinten tudják megvalósítani, ugyanis nagyon fontos, hogy tudni kell a tanároknak és a gyermekeknek is, hogy milyen szinten van maga a növendék. Tehát az egy nagyon nagy szenvedés, hogyha a gyermeknek sokkal nehezebb darabot adnak, mint amit el tud játszani jól, magabiztosan. De hát van a lónak a másik oldala is, amikor sokkal könnyebbet adnak a gyereknek, mint amire képes lenne. Az viszont a gyereknek nem kihívás, tehát azt meg nem tudja komolyan venni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon fontos a jó darab választás. Itt tehát azért a kötelező darab esetében az egyik az meghatározott, de a szabadon választott darab az nagyon fontos, hogy jól eltalált legyen.